Ádást és békességet kívánok ma is mindenkinek, miközben egy olyan bibliai verset hoztam, ami a szomorúságról beszél. Velem is előfordul, hogy eluralkodik bennem valami nagy nagy szomorúság. Van, hogy egy megoldatlan helyzet, vagy egy-egy szerettem életének terhei, vagy éppen a magam életének hiányosságai hitetlenségem miatt bánkódom. Pálapostól kétféle szomorúságról ír a Korintusban élő keresztényeknek. Az Isten szerinti szomorúságról és a világ szerinti szomorúságról. Így írja, az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. A szomorúság egyáltalán nem kívánatos állapot. Legtöbbször saját vesztességeink miatt szomorkodunk. Ha bennünket ér valami bántás, mi vagyunk azok, akiket, akit megsértettek, akit méltánytalanság ért, mi vagyunk azok, akit nem ért meg senki, Akinek nem sikerülnek a próbálkozásai, aki kudarcot vall a házasságában, a gyermeknevelésben, a párkapcsolatában, a munkahelyén. Biztos vagyok benne, hogy hosszan tudjuk sorolni mindezeket. Az is nagy szomorúság, ha a gyermekünk bajba kerül, ha szégyenkezni kell miatta, és elkeseredünk. Mindenféle vesztes helyzetben. Nemrégen azt kérdezte tőlem valaki, mivel érdemelte ki azt a sok bajt, ami rászakadt, miközben ő, idézem, mindent megtett a családjáért. Nagyon szomorú volt ez az asszony. Vállalpostól azt mondja, az Isten szerinti szomorúság gyümölcse a megtérés, az örök élet. A világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. A megtérés, az Istenhez fordulás abban az állapotban, amikor úgy érezzük, hogy egyáltalán nem vagyunk szeretnivaló állapotban, sőt, még önmagunkat is nagyon nehéz elfogadni, sőt, amikor elkeseredünk önmagunk miatt, de mégis Istenhez fordulunk, annak jó gyümölcse lesz az életünkben. A megtérés és az örök élet. És ez arra biztott bennünket, hogy nem kell megmaradnunk a szomorúságokban. És nem kell megmaradnunk abban a félelemben, hogy valaki meglátja, észreveszi rajtunk, hogy hiányosságaink vannak, veszteségeink vannak, betegek vagyunk. Lehet, hogy ígérgettünk, és Csalódást okoztunk, mert nem tettük meg, amit ígértünk. Lehet, hogy haragot tartunk, mert képtelenek vagyunk elengedni a másikat, nem gyakoroljuk a megbocsátást. Az Isten szerinti szomorúság pontosan azokat a helyeket készíti elő az életünkben, ahol az Isten ajándékaira a legnagyobb szükségünk van. Helyet készít annak, hogy engedjük el a másikat, időnként önmagunkat. Bocsássunk meg, sőt, szeretni tudjuk. A világ szerinti szomorúság pedig halált szerez, mert megmaradunk ebben a keserves helyzetben. És megmaradunk abban, hogy nem merünk szégyenünkre tekinteni. Isten ma arra bátorít bennünket, és arra hív, hogy az Isten szerinti szomorúság helyet készíthessen az ő ajándékainak a szívünkben. Mert az megbánhatatlan megtérés szerez az örök életre. Ezt az állapotot kívánom ma mindenkinek.